Ő áll a pedofil botrány hátterében. Az egész országot megrázta, hogy a Fidesz elnöki kegyelemmel engedett ki a börtönből egy pedofil segítőt. A botrány és a közfelháborodás nyomán Novák Katalin és Varga Judit is lemondtak, de egyre biztosabb, hogy ők csak vezéráldozatok voltak az ügyben, nem pedig a valódi felelősök. Először tehát az Orbán rendszeren belülről vetették fel, hogy nem ők az igazi bűnösök. Az ellenzéki oldalon Gyurcsány Ferenc foglalta össze, hogy mi minden utal arra, hogy Novák és Varga csak végrehajtók voltak az ügyben, valaki állhatott az egész mögött. Időközben az is kiderült, hogy van kapcsolat a pedofil ügy és az Orbán család között, hiszen az Orbán család ügyvédje védte a pedofil igazgatót is. Vasárnap este a Partizánban aztán Varga Judit ex-férje borította a bilit, miszerint elképzelhetetlen, hogy Orbán ne tudott volna erről. Te most azt mondod, hogy K. Endre kegyelmi kérvényéről tudnia kellett Orbán Viktornak. Én azt gondolom, és ez csak egy feltételezés, hogyha egy utolsó MTI közleményt is jóvá hagynak valahol, akkor hogy itt nem történik valami fajta egyeztetés. Ezeket a kérdéseket meg szokták tárgyalni, Budaházi kiengedéséről még a Fidesz elnökség is tárgyalt, valakinek tehát tudnia kellett erről is. Ha ez megtörténhetett, akkor vajon hány fideszes pedofil jutott már ilyen magas szintű állami védelemhez, mekkora lehet a fideszes pedofil hálózat? A DK azonnali válaszokat vár a kormánytól. Adódik tehát a kérdés. Ki az, akinek a szava többet ér a kormányban Novákénál és Vargáénál? Ki az, akinek nem kell vállalni a felelősséget, mert maga helyett beáldozhat egy köztársasági elnököt és egy listavezetőt is? Ezért követelünk most válaszokat. Ki a pedofilok védangyala a Fideszben, és ki védelmezi ilyen magas kormányzati szinten a pedofilokat? Szerintem már mindannyian sejtjük, hogy honnan fújhat a szél.